Ez a nap is jól kezdődik. Egy étteremben találkozunk a főhőssel, úgyhogy együnk. Mester. Szervusz. Kedvenc éttermem. Ez jó ötlet. Feredben. Lekenyerezel? Igen, igen. Egy ebéddel. Köszönöm, hogy veled töltöttem ezt a napot. Én tudom, hogy te nem egy nagy szereplős vagy. Nem. De a múltkor a híradóban annyit beszélgettünk, hogy maradt még bennem néhány kérdés, és azért kérdezkedtem be, és köszönöm, hogy eljöttem. Örömmel, örömmel. A hely a kedvenced egyébként, amit nem mondhatom ki? Mi közel lakunk, és családi ünnepségeket szoktunk itt rendezni, jó házias ételek vannak, a családom és gyermekeim is szeretik az ilyen egyszerű magyaros ételeket, és azért szeretjük. Te főzöl egyébként? Pár dolgot tudok főzni, nekem a szakmám egyébként vendéglátó végzettségű. És? Szállodában dolgoztam 4 évet, osztályon fölül szállodában, úgyhogy sok dolgot el tudok készíteni, ritkán főzöm, mert kevés az időm, de egy-két dolgot szarvasbélszint, scampit tudok flambírozni. Igen, egyszerű szarvasbélszint. Tehát ilyen extra kajákat tudok elkészíteni. Paprikás krumplit tudsz? Azt inkább feleségem szólt, az egyszerű kajákat, az lángosa és a paprikás krumplia, meg a rakott krumplia tökéletes, én az ilyen különlegességeket tudom. Otthon ő főz? Igen. El vagy kényeztetve? Ágyba kapod a kávét? Nem, én viszem ágyba, amióta kisfiam Hugo megszületett, most lesz 3. éve, azóta minden reggel én viszem föl neki a kávét és a kakaócsigát, de egyébként én általában a maradékokat szoktam megenni, mert kisfiam, a gyerekeim kapják a full extrás kajákat, és akkor nekem a maradék az teljesen jó. Ez ilyen. Legyen az, hogy megebédelünk, és akkor elmegyünk hozzád. Rendben. Megmutatod azt a stúdiót, ahol a csodák születnek, vagy csodák is. Meg esetleg kérdezgetek néhány olyan dolgot, amit talán még nem mondtál el máshol. Jó? Szeretettel várlak. Köszönöm. Megjött a palózleves. Kedvencem. Kedvenced. Én is nagyon szeretem egyébként. Akkor legyen az, hogy ezt megesszük, és akkor folytassuk a napot, úgy, hogy megbeszélt. Rendben. Jó ötlet. Köszönöm szépen. Tehetségedet, hogy mondd meg, hogy életem először főzött előtt most. Megmondom őszintén, hogy kapszulás vagyok, és elsősorban azért, mert olyan választék van most már, hogy amilyen kedved. A mai ajánlatom az nápolyi ristretto, és ezt azért ajánlom nagyon figyelmetekbe, mert én voltam Nápolyban, és ittem ott kávét, nem egyet, napi 20-at. És tényleg olyan. Napi 20-at nem szabad inni. De ugye az olasz kávénak az a lényege, hogy nagyon kevés víz van benne, szinte ilyen krémszerű, és ezért nagyon kevés benne a koffein, és ezért isznak óránként, 2 óránként kávét, ja, mert szinte alig. És ez olyan? Igen. Minél több a víz, annál erősebb a kávé. Na, ez egy nagyon pici, de kis tejjel majd fölöntjük, hogy úgy szeretitek. Hát ennyi, hát ez nem a klasszikus kávéfőzés, de megmondom őszintén, ízre ez tényleg. Nekem az a lényeg, hogy nekem a Hauber Zsolt főzzön kávét. A nagy Hauber Zsolt. Ez a lényeg. Ezzel meg is vagyunk az elsővel. A következő. Majd.
De minden esetre ezt akkor összeraktam. Nagyon jó. Egy kis tejet szerintem majd jó, javasló bele, mert jó erős. Ide tedd le addig, hogy ne dobjam le adásba, ám bár a nézettség miatt bármit. És akkor te is csináld meg a tiédet. Jó. Okay. És akkor csüccsenjünk le valóba egy kicsikét, hogy lassan elkezdjük a beszélgetést. Nagyon szépen laksz, ez várható volt. Maga a stílus, nem is tudnám, hogy hogy hívjam, talán meséld el, és a sokat mondó lesz a kedvenc festményem, ami előtt ott rácsarogtam az előbb, és azt talán a stílust is elmondja. Olga néni, a festmény az 1939-ben készült, amikor is ő négyzeszépe lett, mert ő egy világutazó volt, és nagyon vagány, nagyon határozott természetű és nagyon feltűnő szépség volt, és ő végigutazta Európát, és Nizzában megállt, ahol egy szépségverseny gyorsan meg is nyert, de végül Palermóban, Szicíliában kötött ki, és ott telepedett le, és ott élt egészen haláláig, és mindenféle alapítványokat hozott létre gyermekek számára, és szegények számára, tehát egy nagyon jó lelkű ember volt, sajnos én nem ismertem, mert a 70-es évek elején halt meg, én meg a 60-as évek végén születtem, tehát már nem tudtam találkozni. Ő tulajdonképpen a dédnagymamám testvére, Olga, és a nagyapám azt kérte halála előtt, hogy én őrizzem meg ezt a festményt, és adjam tovább az utókornak. Még egy festmény van, amire nagyon büszke vagyok, az a kisfiam Zsolti festménye. Ő nem szokta nagy dobra verni, de olyan elképesztő fantáziával és kézügyességgel rendelkezik, hogy 2 perc alatt csinál egy olyan festményt, amit most ugye meg is mutatok. 7 éves. Nem, ő 11. 11, bocsánat. De hát körülbelül 7 éves kora óta csinálja, de ő csak játszik, ő nem veszi észre, de én, mint művész ember, én látom benne az elképesztő fantáziát. Figyelj, hadd játszom, ezt kiáruljuk. Én mondtam neki, hogy még 8-10-et csinál, már a galériát. Már galéria is van. És hogy? Ő térlátása van, tehát olyan kis dolgokat csinál. A múltkor volt egy feladat az iskolában, UFO-t kellett csinálni, aki a világűrből érkezik. És olyat csináltam, hogy kijött a képből, és akkor így jobbra-balra mozgott, kis csápé voltak, de körülbelül 5 perc alatt ollóval és ragasztóval. Elképesztő, nagyon. Tehát akkor ő nem zenész lesz. De közben meg imádja a zenét. A Zsolti 2-3 éves kora óta az összes általam szerzett hangszeres és énekes és instrumentális dalnak mindenét tudja. Az te vigyázz, első ez több száz? Hát ez több száz, igen. Igen. Az első, a feleségem is tudta mondani, ez nem biztos, hogy az a dal, de az első ütemtől megmondja, és az összes szöveget tudja kívülről. És most már a kicsi, a 2 éves fogó is, ő is ma reggel valami véget ért el, kezdte a napot. Tehát szeretik a saját dolgokat, és ő úgy mondják, hogy apuci zene. Ő, tehát ez, nincs más zene a kocsiban, meg máshol, nem, apuci zenét hallom. Próbáltál már nekik is írni, hogy azt hallgassák a kocsiban? Hogyne, hát a Zsoltikának születésnapi dala van, Boldog szülőnapot címmel, és hát sok dologban a Zsolti annyira extra kreatív, hogy a stúdióban, főleg amikor a Covid volt, akkor készítettem egy mini albumot, és itt hon volt, ugye nem mentünk iskolába sehova, és ő egyszerűen beült mellém, láttam, hogy figyel, kérdeztem, tetszik neki, azt mondja, igen, tetszik. És egyszer csak odaült mellém, és elkezdett játszani, és én azonnal nyomtam a rekordgombot, és benne van, amiket játszik, szerzőtársam, már beregisztráltottam, mint szerző, és jókat játszott. Egyszerűen intuitív alapon bele, dobokat dobott bele, olyan szinti szólamot játszik, ami tökéletesen illik a zenébe, egyből rá tudott hangolni, 2 vagy 3 dalomban szerzőtársam a Zsolti, és nem csak azért, mert a kisfiam, hanem mert valóban jól csinál. Szerintem a srácokkal kéne interjút csinálnom, mert eddig csak róluk beszéltél. Hát amúgy hogy telt volna a napot, hogyha én nem jövök így a felvétel idején, ugye október 23. Igen. Korán szoktam kelni, mióta Hugo fiam megszületett, lassan 3 éve minden reggel viszek föl egy kávét és egy kakaós csigát a feleségemnek. Ez most már ilyen szokássá vált, és utána én egyből átnézem a social media felületeket, hogy minden rendben van-e, válaszolgató kérdésekre, és hát szünet nap révén általában én a családdal szoktam tölteni az időmet, a picivel vagy a nagyobb fiammal, Zsoltival játszunk, ugye tele van a házjátékokkal,
zenélünk, a kis Hugo fia mindig hozzá van egy kis gitárja, és akkor az a napnak egy részét kitölti, hogy ő a mikrofonba énekel, én meg gitározok alá. De egyébként, hogyha van egy kis szünet, akkor egyből megyek a stúdióba, és akkor valami ötleten elkezdek dolgozni. Grafikai ötleten, vagy zenei ötleten. Legyen az, amit megbeszéltünk, hogy akkor a te gyerekkorodról is beszélünk, mert eddig ugye a gyerekekről beszéltünk, kezdetektől napjainkig, és... Kalandos. Aztán menjünk egy kicsit a stúdióba, és akkor végén is hagyunk ünnepnapozni. Rendben. Jó, köszönöm. Azt javaslom, hogy mint minden vendéggel látogassuk meg a kicsike Zsoltikát, a Hauber Zsoltikát. Van most egy ilyen, de téged menjünk vissza és nézzük meg. Hol vagyunk? Melyik városban? Érdekes, mert Kecskeméten születtem, de 10 éves koromig Szolnokon laktam. Apám katonatiszt volt, és ezért utazgattunk jobbra-balra, és még Moszkvában is éltem majdnem másfél évet, 10 éves korom előtt, és sok minden volt, de valójában nem szerettem a szolnoki éveket, tehát inkább a Kecskemét az, ami hozzám közel áll, ugye nyilván nagyszülők révén. De mégis, ami nekem ilyen gyerekkori, óriás élmény az egyrészt a Balaton, Balaton elvén, nagyszüleimmel, Naplemente, Aranyhíd, az a csoda kategória, és a Mátraháza, a Védüdülő, ami szintén ez a karácsonyok élménye. Ez a két helyszín a legfontosabb. Pici fejjel is már mindig ilyen álmodozó típus voltam, mindenki mondta, hogy a Hauber nem is ezen a földön él, hanem valami álomvilágban, de végül is ez az álomvilág azért valójában valósággá vált, hanem is egészében, de nagy részében. Mikortól számított, hogy az álomvilág valóra vált? Mikor megszólaltak az első dallamok a fejemben. A fejedben? Igen. És nem volt semmi. Tehát én úgy kezdtem a művészi karrieremet, hogy egy kazettás magnóra földúdoltam az ötleteimet. És abból lettek később a dalkezdemények, de az már nagyon hamar. Tehát mondhatom, hogy ilyen tínédzser éveim elején már ott motoszkáltak, hogy ott voltak valamiért. Nekem fontos volt, én előadásokat tartottam teniszütőn, gitározva. Mindenki csak mondta, hogy milyen aranyos gyerek, de valójában ez már szerintem annak a jele volt, hogy itt valami mindig ilyen fantáziavilágot képzeltem el. Szülők mit, hogy viselték ezt? Mert ugye abban a korszakban azt szokták mondani, hogy jó, lehet zene, de hát valami normális szakmát tanuljál, fiam, amíg a kenyeremet teszed. Volt ez így? Természetesen. A szüleimnek fogalmuk nem volt, hogy én
hova járok péntek délutánként, vagy szombat délelőttönként otthon, azt mondtam, hogy fakultációra, közben zenekari próbákra mentem, elképzelt zenekarok, az is volt, hogy egyedül. A legjobb sztorim az volt, hogy az ötvös gimiben megszereztem a aulának, a díszteremnek a kulcsát, és szombat délelőtt osztálytársaimat rávettem, hogy ott zenélgessünk, és pont az igazgató véletlenül arra járt, és hát óriási botrány lett belőle, hogy mi mit csinálunk a gimiben. Szüleim akkor szembesültek vele, hogy itt valami történik, amikor a tehetségkutatón az Ákossal élő adásba megjelentünk a döntőn. És tehát nem tudta semmit? Nem. Fogalmunk se volt. Azt gondolták, van egy normális gyerekük. Igen. Nyilván nehéz eset voltam, mert elég karakánon képviseltem a dolgom, de én úgy voltam vele, hogy nagy ellenállás van azzal kapcsolatban, amit én szeretnék, akkor megoldom ilyen kiskapukkal, és akkor ilyen-olyan füllentésekkel. De amúgy jó gyerek voltam. Én szerintem nagyon jó gyerek voltam, én a nagyszüleim. Mit mondanak most, akik érintettek ebben? Édesanyám él, ő szokott látogatni minket. Nem szoktunk beszélni a gyerekkoromról, de azért ő is inkább jókat mond. Én egy csendes gyerek voltam, tehát engem letettek a sarokba reggel, akkor én estig ott eljátszottam a matchboxaimmal, meg a gondolataimmal. Tehát én mindig teremtettem magamnak egy ilyen, hát idézőjelben álomvilágot, és ott nagyon jól el voltam. Mikor kezdődött az úgynevezett karrier, ami már egy kicsit a befutás illatát is hozta feléd? Hát ez az 1987 nyár, ez volt ez a fordulópont, amikor annak ellenére, hogy én vendéglátóiparban elkezdtem dolgozni, hiszen azért valamiből meg kellett élni, többiek is dolgoztak, és ez előrevetítette, hogy valamit itt mi le tudunk tenni az asztalra. Közönség még nem volt. Tehát rá egy évre, 1988-ban volt az első olyan fellépés a Bonanzában zenek a Csillagfénydiszkóban, amikor teljesen ismeretlenül, előtte sehol nem léptünk föl, felálltunk a színpadra, az Indulne Banzájjal, és a második refrénnél a teremben lévő 2000 emberből mondjuk 500 énekelte a szöveget. És a végére pedig hatalmas tapsvihar lett, úgy, hogy teljesen ismeretlenül jöttünk. És akkor én azért ott éreztem, hogy valami elindult, és ebből lehet. A csendes Hauber Zsoltika, ott akkor, amikor 1000 ember tapsolt, megváltozott picit, mit gondolsz? Vagy igen. Magabiztosabbá? Magabiztosabbá sokkal, mert nagyon félénk és visszahúzódó gyerek voltam mindig, és az ott adott egy jó adag magabiztosságot, igen. És nem is, tehát jó értelemben vett, inkább önbizalmat adott ahhoz, hogy akkor érdemes csinálni. Nekem a közönség visszajelzése az mindig 98%-ot nyomott alatban, hogy csináljam-e, és ha igen, akkor ezt jól csinálom-e. Hány év volt a Bonanza Banzai? 6. 6 év. 6, mint a Beatles. De durrant óriási. Gyorsan mentünk előre, hiszen 89-ben jelent meg az első lemez az Indulne Banzai, és 1991-ben már a Budapest Sportcsarnokban játszottunk teltház előtt. Tehát tulajdonképpen 2 év alatt értünk el az arénához. Aztán olyan gyorsan ez el is múlt, 92-ben ez a történet, ez elért a csúcsára, ugye amikor dupla arénát csináltunk, csak azért nem lett harmadik koncert, mert nem volt már hely. És akkor utána egyszer csak ez szétszélett a társaság. Én maradtam egyedül, mert én nem rendelkeztem üzleti tervvel egyéb dolgaim iránt. Ha egy mondatban elsz. Mondhatnád, hogy nézeted szerint miért hagytátok abba a csúcson, az hogy hangzana? Én nem hagytam abba. Tehát az a helyzet, hogy ez egy furcsa történet, hogy Ákos elkezdte a saját útját járni, Gábor egyszer csak legyintett erre, én meg ott maradtam egyedül. Tehát én nem szándékoztam ezt abba hagyni. Én ameddig lehet, én addig vittem a zászlót, ugye az utolsó lemez utolsó számába is beletettem mindent, szerintem egy nagyon jó lemez lett, és én még mentem volna tovább, de nem volt kommunikáció erről, hogy lehetne tovább menni. Tulajdonképpen arról sem volt kommunikáció, hogy ennek legyen vége. Egyszer csak vége lett. Tehát a búcsú koncert után nem ültünk le beszélni, még előtte se nagyon, hogy ez hogy legyen, mint legyen. Nagyjából megbeszéltük, hogy legyen egy búcsú koncert, de nem beszéltünk egyáltalán erről az egész.
Annyi díjat van, hogy sose tudom sorolni. Ákos ott van mögötted, itt is, ott is, amott is. És ugye, Kossuth díjas, és hogy ez téged nem zavar-e, hogy az összes dalt te írtad? Te az ismerteket, igen. Az ismerteket te szerezted. Nem vagyok egy irigy típus általában, tehát én még megkockáztatom, hogy én még örülni is tudok a más sikerének. Kisfiam szokott mindig csodálkozni ezen, hogy én miért örülök, ha ő nyer. Hát mert nem tudom, mert szeretem. Szóval nekem nem szokott akkor fájni. Akkor szeretted. Igen, igen. Tehát én nagyon büszke vagyok a közös dalainkra, a közös sikereinkre, az aranylemezeim nagy része az közös munka, közös szerzemény. Szerintem nagyon jó dalokat írtunk együtt, és örülök, hogy néha ez eszébe jut, és akkor velem dolgozik, vagy szépen beszél róla, vagy a közös dolgaimról, mert én erre nagyon büszke vagyok. Tehát én ezzel, mi zeneileg, akár együttesben, akár mint alkotók, nagyon jól tudtunk mindig együtt dolgozni. Ez szerintem nagyon ritka. Tehát erre büszkének kell lennie a zenésznek, hogyha olyan alkotópáros talál, nagyon sokszor volt olyan, hogy én elküldtem neki egy dalt este, és reggelre hozta a készszöveget. Sőt, még volt olyan talán, hogy még aznap este. És ez egy ritka adottság, ezt szerintem erre büszkének kell lenni, és én az vagyok. Az új bonanza, vagy hogy hívjuk? Hauber Zsolt X bonanza banzája, hosszú, a rövid Hauber X bonanza. Na, hát akkor a Hauber X bonanza, onnan, amikor megszólal a dal, hogy hát nagyon sokat dolgozhatok együtt Ákossal, akkor nem hiányzik az Ákos aurája onnan a színpadról, vagy már úgy készülnek ezek a dalok, a kötelező kürökön kívül, amiket el kell játszanod, hogy ne hiányozzon. Ez nem cél, valójában ott van azért, hiszen a szövegileg és az eredeti ének dallamokat ő találta ki, de csak átlátszó szellemformájában. Tehát amikor elkezdődött, 4 éve kezdődött ez a produkció, ennek a produkciónak a pályafutása, és először nagyon sokan hasonlítgatták Ákossal az Attila hangját, magát az előadásmódot, és aztán ez szépen úgy elmúlt. És szépen a közönség egyrészt fölébredt, mert itt 30 évig nagyon sokan nem követték a többi hasonló zenekarnak a pályafutását, akik esetleg játszottak bonanza dalokat, persze ennyit senki nem játszott soha. Tehát szépen fölébredt egy közönség, aki ezt nagyon régóta várta, és egyszerűen most már ott tartunk, hogy a dalok maguk szólítják meg a közönséget, és már az eredeti, ez csak egy unikum, hogy én ott vagyok a színpadon, mint az eredeti zenekarból, de már nem fontos szerintem annyira, hogy kik az előadók, hanem sokkal fontosabbak maguk a dalok. Az emberekben, akik ott vannak családjukkal, gyerekeikkel együtt, őnek bennük a dalok hozzák elő azt a jó érzést, amit esetleg fiatalon éreztek, a fiatalok végre megtudják, hogy a szülők fiatalon milyen érzésekkel és mire készültek annyira. Tehát én azt gondolom, hogy sikerült elérnünk oda, és szerintem ez egy jó dolog, hogy nem az előadó a személye a fontos, hanem maguk a dalok. És az kapcsolja össze a közönséget a színpadon lévő zenészekkel. De hány slágert írtál durván? 40 körül van. Én azt számolom slágernek, ami mondjuk slágerlistán volt, elhangzott rádióban, tévében, biztos, hogy ismeri a közönség. Ennek nyilván nagy része bonanza és Ákoshoz köthető, de itt van Zoltán Erika, Emergency House, az Emergency House dübörög a ház című száma, az most nem tudom, hagyadik virágzását éljek, ugye mindig DJ-k feldolgozzák, most a Metzger Viki dolgozta föl, és nem tudom, hány 100 000 nézettsége van, nagyon örülött neki, Álomhajóban is benne volt a kezem, nagyon sok zenéhez vagyok köthető, rengeteg tévés személyiséggel dolgoztam együtt, Frey Tamás, Federikus Sándor, úgyhogy sok vonalon tettem le a névjegyemet, remélem, hogy sok embernek ez tudomására jutott, és tetszik is.
szeretem magam kipróbálni. Komoly zenében is tettem meg kísérleteket. Azt átgondoltad, hogy mivel érdemelted ezt meg? Hogy te ilyen... Mert ugye ennyi slágert írni azért ez nem normális. Mert ugye van több billentyűs, meg több zenész, mégse írnak ennyi slágert. Nagyon kedves tőle. Hát te érted, hogy ez normális dolog, nem te vagy, nem, hogy az, hogy... Érted, hogy hát ha mindenki ezt tudná csinálni, akkor ti nagy bajba lennétek. Tehát a különlegességed miből ered? Hát voltak nehéz időszakok, voltak fájdalmak. Én azt gondolom, hogy nem a boldogság szüli a dalokat, vagy az érdekes dalokat, hanem a nehezebb idők, vagy a nehezebb érzések. És nem panaszképpen mondom, de volt sok olyan kaland az életemben, ami újabb és újabb érdekes dolog születésére sarkalt. És hát ez nem ért véget, vagy talán nem is ér véget soha, de engem megedzenek ezek a dolgok, tehát nem jövök ki vesztesként semmilyen ilyen helyzetből szerencsére, jó Isten vigyáz rám. És azok akkor mindig hozzák az új dalokat. Tehát, hogy Jókainak van a mondása, hogy a boldogság az nem csak a feszült szituációk hozzák a kreativitást, és hát nekem van jó. Van boldog percek is vannak bőven, de vannak izgalmas és feszült dolgok is, és azt gondolom, hogy miután azok folyamatosan jelen vannak az életemben valamiért, lehet, hogy pont azért, hogy sarkaljanak mindig új ötletekre. Nem véletlenül készítettem ezt ide, hogy neked ilyened is van. Párból oda is adom, hogy fogd úgy, ahogy köszönöm, kell. Ráadásul ez egy nagyon... Erről mesélsz? Ez egy nagyon drága, ez körülbelül 100.000 forint ez a fegyver, mert ez egy nemzetközi versenyekre is alkalmaz úgynevezett maradzsingi ötvözet, ami nem is törik el, vagyis legalábbis nagyon nehezen. És a sisak, illetve a kosár pedig titániumból van szintén azért, hogy ne görbüljön meg, ne törjön meg. Nekem nagy szerelmem, én tinédzser koromban vívtam, aztán tartottam egy 20 éves szünetet, és 20 év után úgy gondoltam, hogy megint elkezdek vívni. És szép eredményekkel, ugye? Igen, kétszeres magyar veterán bajnok vagyok, és van két második helyem, és két nemzetközi első helyem, és sok-sok harmadik, negyedik, ötödik helyezésem. Én rendszeresen megyek versenyekre, és szerencsére a 2013-as világbajnok csapat, Bocskó Gábor, Imre Géza, Szényi Péter és Rédli András, ővel itt nagyon jó viszonyban vagyok, nagy zenei rajongóim, koncertekre is szoktak jönni, és ők engem nekem egyengedték, kicsit az utamon segítettek edzeni, és egyéb olyan dolgokat. Bocskó Gáborhoz szoktam járni iskolázni, és ő mindig mond olyan dolgokat, ami az én koromban kicsit könnyebb megoldani a helyzeteket. Minden történik és történt veled, és hát azért is próbálom sűríteni, hogy mindenről tudjunk egy picikét beszélni, mert ugye a tenyerén hordoz téged a Jóisten, nézve a drága feleségedet, vagy nézve a gyönyörű és tehetséges aranyos gyerekeidet, meg olykor kiszoktak téged rabolni is, és az is, tehát azt is megúszod, ha nem is karddal. Igen. Rémálmaimban kardozom az illetővel. Egyszer az történt, hogy hazajöttem késő este, és ebből a szobából lépett ki egy fekete maszkos hangtopító pisztolyos figura, aki a fejemnek szorította a fegyvert, hogy akkor üljünk le beszélgetni.
viszonylag gyorsan megoldottam a helyzetet, mert volt itthon készpénzem, és ajánlottam neki annyi pénzt, hogy eltávozott a házból, tulajdonképpen békésen, csak a sok eredményt hagyta itt. Aztán ja, azt tudjuk, hogy fönt a családot pihent, és nem tudtad, hogy a fönt aludt feleségem van velük. Igen, tehát ebben az egészben a legrémisztőbb az volt, hogy én nem tudtam, hogy ők, velük mi a helyzet. És az a pár perc, amíg a kaputól, mikor kiment teli zsákkal, és én fölértem a kaputól a második emeletig, hogy megnézem, hogy hogy vannak, azt nem kívánom senkinek, azt az érzést. Szerencsére nem tudtak az egészről semmit, tehát nem is hallottak az egészből semmit. Úgyhogy sikerült megoldani ezt a szituációt, hosszú-hosszú fegyházbüntetését tölti az illető. Tehát nem... Mert hogy visszajött még egyszer? Egy hónap múlva visszajött újból, de akkor... Hát te voltál neki a kassa. Hát igen, azt gondolta. Addigra már biztonsági berendezések hada állt itt a rendelkezésre, úgyhogy csak mi beszélgettünk kicsit a kertben, de akkor már nem kapott semmit, úgyhogy akkor üres zsebbel távozott. Miután egy csomó nyomot hagyott, ezért utána a nyomozók szerencsére áll a profi munkájuknak, talán egy 2-3 héten belül már el is kapták. Nagyon érdekes szituáció egyébként, hogy a tárgyaláson a védő ügyvédje azt kérdezte tőlem, de most kapaszkodj meg, hogy én szerintem, mikor a maszkban és a fegyverrel a fejemnek megjelent a fazon, ki ijedt meg jobban, ő vagy én? Ezt kérdezte tőlem az ő védő ügyvédje. Tehát erre egyáltalán nincs válasz. A másik, hogy hát ő azért kapja a pénzért, hogy ilyeneket kérdezzen. Erre mit mondtál? Hát nagyon-nagyon próbáltam magamon uralkodni, és azt mondtam, hogy én, de azért kellett csitítanom magam, tehát hogy ezt ne kommentáljam valami negatív jelzővel. Minden esetre sikerült hosszú fegyházbüntetésre ítélni a figurát. Nagyon sok mindenről kéne megbeszélnünk, csak hogy véges ugye a műsoridő. Egy dolgot viszont szeretnék, és kíváncsi is volnék rá, meg szoktam kérdezni a beszélgetések végén, hogy játszunk el a gondolattal, hogy 10 év múlva itt ülünk te meg én. Mit szeretnél, hogy miről beszélgessünk 10 év múlva, illetve szerinted miről fogunk beszélgetni 10 év múlva? Azt gondolom, hogy a kettő ugyanaz, tekintve, hogy ez a Hauber X-ban az a produkció, ez most hogy annak a sikeréről fogunk tudni beszélni, és ami számomra nagyon fontos, hogy mind a ketten egészségesek leszünk. Én ezt valamelyért úgy gondolom, hogy ebben biztos lehetek. És hát a gyerkőcök sikeréről én nagyon szeretnék beszélgetni és meg beszámolni is, mert mint művészi, mint sport terén nagyon, nagyon bízom benne, hogy ők a Hauberek még le fognak tenni az asztalra valamit, és büszke lehetek rájuk még jobban, mint ahogy most vagyok. Azt szoktuk még, hogy elmegyünk vissza a kicsi Hauber Zsoltihoz. Én most itt fordítanék ezen, hogy azt gondolom, hogy ez a mi beszélgetésünk az internet segítségével fenn fog maradni, a gyerekek még elég kicsik, úgyhogy ilyenkor azt szoktam kérni, hogyha abba a kamerába, amikor a gyerekek visszanézik, abba a kamerába üzenj a srácoknak, légy szíves, ami most megfordul a fel, vagy akár egy útilapot az albokra, oda. Örülök, hogy vagytok, még mindig, és hogy nagyon-nagyon vigyáztunk egymásra, és büszkék lehetünk erre az elmúlt X évre, ami magunk mögött van, és legyünk hűségesek, és szeressük egymást nagyon a jövőben is. Vagy nehéz
egy zsenivel élni? Hát ez nagyon jó kérdés. Én számítottam rá, hogy ilyen fantasztikus kérdéssel kezdesz. Hát az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy milyen mással élni a szüleimen kívül, ezért én azt mondom, hogy könnyű. Könnyű, és azért könnyű, mert én is tudok mellette fejlődni. Szóval én amikor megismerkedtem a Zsoltival, akkor én tanítottam egy iskolában, közgazdaságtant, és amikor megismerkedtem vele, akkortól kezdtem én is egy tudományos pályára lépni. Úgy indultam, hogy pszichológia doktori iskola, és most pedig az egészségtudományi doktori iskola, és ez azért fontos, mert az ő zenéjét kutatom. Szóval a Hauber Zsolt zenéjének a hatását kutatom. Hogy milyen hatása van az emberekre. Képzeld el, amikor szembesítettem, illetve azt mertem mondani, hogy annyi slágert írt, hogy az már szinte nem normális, akkor így meglepődött ezen. Mert azt mondtam neki, hogy ha mindenki ennyi slágert tudna írni, akkor neki ez nem lenne jó. De ő nagyon normális, és talán még kicsit zárkozott is, te ezt hogy látod, akár szakmai szemmel? Hát nekem szerencsém van, mert két számot is írt nekünk, egyet a pszichológia doktori iskolának, a Flow-t, ami tulajdonképpen az a pszichológiának a himnusza lehet, és a másikat pedig egy egészségtudományos célra írta nekünk, azt éppen a Fradi kézilabda, férfi kézilabda csapatának, az pedig a világ legmegnyugtatóbb zenéjének a magyar mását. Orvosi műszerekkel mértük ezt a zenét, és vannak hatásai, és ezt most nagyon igyekszem, hogy ezt megírjam egy nemzetközi cikkben, és akkor jövőre pedig mehetek úgy, mint PhD, és ugye ezzel foglalkozom én is a zene hatásaival, de igazából, amint nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Zsoltinak is ezért, hogy bevitt engem ebbe a világba, és a testvérének, mert a Zsolti testvére is egy zseni, ő New Yorki Állami Egyetemnek a rektora, és vezető kutató már 20 éve Amerikában, és ő is a zene hatásaival foglalkozik, csak ő a madarakat kutatja. Az a különleges még Zsoltban, hogy a zenészek 99%-a ilyen pacsis, puszi, ölelés, stb. Ő meg olyan, mint egy filmsztár, egy filmszínész, hogy gondolom társként, meg édesapaként, ez csak nem ilyen. Hát én nagyon, az a helyzet, hogy én úgy ismerkedtem meg vele, hogy én rajongója voltam. Én az általános iskolában, ahol jártam, ott mindenki bonanza rajongó volt, és illetve az én szomszéd házamban lakott a Menczel Gábor, az ő zenésztársa, és én nem is tudtam elképzelni másképpen, szóval én már ismertem, én már láttam, hogy ő milyen. Ő ilyen, de a gyerekekkel, a kisfiaival ő pont szerintem tökéletesen viselkedik. Képzeld el, hogy megkérdeztem tőle, hogy ha 10 év múlva itt ülünk, ő meg én, hogy miről fogunk beszélgetni, mit gondol, és te nem hallhattad, mert te fejebb voltál néhány szinttel. Szerinted mit válaszolt a te Zsoltot? Én azt hiszem, hogy a kisfiaira beszélt, hogy a kisfiainak a pályájáról, mert ő már most készíti őket, hogy zenészek legyenek, hogy ismerjék a zenéjét. Én azt hiszem, hogy ezt mondta. Ezt mondta? Nyertél. Igen. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekem, és kérlek, hogy vigyázz rá, ne. Vigyázz rá nekünk nagyon sokáig. Nagyon kedves vagy, hát nagyon igyekszem. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Beszélhettem veled. Hol az igazság, hol az érvelés, hol az álmodás, hol az ébredés. Legyünk a sátán, legyünk az Isten, egyikük sem nézik már bennem. Úgy mielőtt rátérnénk arra, hogy itt születnek a csodák. A mögöttem lévő Matchbox, hogy is mondjam, kiállításról tudnál mondani valamit? Igen. Érdekes, hogy annyira vigyáztam, nekem a nagypapám Kecskeméti Centrumáraházban dolgozott, és néha kapott borravalót dollárban.
és ott volt egy dollárbolt Kecskemét főterénél, és akkor ő minden ilyen borravalóját arra költötte, hogy nekem mesboxokat vegyen, és én ezeket megőri. Hát ezek mint a Szent Grál olyan kincsek voltak nekem, és én megőriztem. Az összes gyerekkoromban kapott matchbox ki van állítva, amik ilyen ramatyám állapotban vannak, azok el vannak téve egy ekkora dobozba, és aztán utána azzal játszhatnak majd a fiúk? Van, amivel játszhatnak. Ezzel is szabad? Hát látszik, hogy már vettem ki a kicsi hugónak, kikönyörögte egy-kettő speciális darabot. Oda? Igen, mert ezek a tematikusok, és ezek meg a legértékesebb, ugye a Superfast és a dobozos. A kigyűjtő az tudja, hogy ezek anyagilag is sokat érnek, meg badge-ben is nagyon. De van egy egész dobozom tele kb. 500 vagy 1000 darabbal, abból tudnak ők kiszedegetni. Ha most én felállnék és átrendezném, úgyhogy te elfordulnál, észrevennéd? Nem, maximum. Majd, hogy a tűzoltóautók közé teszel egy sportkocsit, azt igen, de egyébként annyira nem. Szeretem még a maketteket is egyébként, főleg a tankokat szeretem építeni. Most félbe maradt, amióta kicsi megszületett, úgyhogy még az orosz tankszekció az még egy kicsit is levelt. Igen, nagyon szeretem. Egyébként még egy nagyon érdekes dolgot hagyj mutassak, ez az ezüst alátét, ez a Danyinó család, ugye, amiről meséltem a dédnagynéném, ott az ő testvére, Teréz, ő Mexikóvárosban egyébként opera énekesként tengette életét, és az ő férje egy ezüstbányának volt a tulajdonosa, és az ő ezüstbányáiból van ez a Geiger ezüstbánya egyik része, ezt is ilyen nagybecsként őrzem, és hát a Star Wars az szintén egy ilyen. Hát nálad el lehetne tölteni pont 3 műsort, vagy 5-öt. Én nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál rám, és hogy egyáltalán fogadtál engem. Örömmel. Őszinte szavaidat is köszönöm, és mint mindenki mással, aki hangszeres, nagyon örülnék, hogyha valamit játszanál nekem. Nagyon szívesen, amielőtt fő elmegyek, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem, mester. Köszönöm, hogy jöttél.